Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, mit tervez, hogyan érzi magát, mit érez irántad, és mit fog tenni. A gondolatait középen látjuk, itt felül és alul. Érdekes, hogy mindkét kártyán a 8-as szám jelenik meg, ami azt jelenti, hogy van nála egy húzavona. Tegyem vagy ne tegyem. Néha felül érzi magát, néha alul, hol ilyen, hol olyan a helyzet. Itt a kasza el tud vágni valamit. Lezárja a múltat, lezár bizonyos kapcsolatokat, vagy lezár félelmeket. És itt az utak jelentik a döntéseket, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt fontos döntésekről van szó. Azt is jelenthetik a képek, hogy útban van hozzád, és együtt fogtok dönteni, és a kasza jelent egy meglepetést. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. Ő még kicsit visszahúzódó, lassan előre mennek azért a dolgok, de visszafele tekint, van még valami a múltjában, amit rendeznie kell. De megvan a biztonság érzete, erre utal a 4-es szám, és itt látható a szerencse. Mit fog tenni? Ő úgy lát téged, mint egy királynő, és megbecsül téged. Tudja, hogy tehetséges vagy, sőt úgy érzi, nálad lesznek munkahelyi változások, megkapod az elismerést, sikereid lesznek. Ami őt illet, ő nem érzi jól magát, hiszen benne van egy szűkös helyzetben, amiből szeretne kilépni. Sőt, itt látható a 2-es szám, ami utalhat egy szerződésre, vagy utal rátok kettőtökre. De ahogy a képen látható, itt van egy harmadik személy, ez lehet egy férfi, ez lehet egy nő is, aki figyelgeti a dolgokat, úgy tesz, minthogyha nem lenne ott, de mégis ott van, kíváncsi. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a ház jelenti az otthonát, vagy a te otthonodat, hogy útban van hozzád, meglátogat téged, vagy szeretné azt, ha te látogatnád meg őt. Ha döntésekről van szó, akkor az kihat a családra, vagy ingatlanokra. Itt a gyermek jelentheti a gyermekeket is, de arra is utalhat a kép, hogy a kasszával lezárja a múltat, és a gyermek jelent egy új kezdetet. Esetleg azt, hogy most nincs kapcsolat a gyermekeivel. Itt a 4-es szám jelenti a biztonság érzetét, az alapokat, és a horgony hasonlóan erre utal, ahol le tud horgonyozni. A horgony jelenti néha a munkát, a hivatást is, esetleg ott is lesznek változások. Ő még visszahúzódó, hiszen vannak még akadályok, amit meg kell majd oldania. Kell ez az időszak most számára, hogy befele tekintsen, hogy legyen egy elképzelés, hogy erősítse a belső hitet. Itt a halak jelentik az anyagiakat, mivel itt van ez a visszatekintés, ő átgondol mindent, hogy mi vagy ki értékes számára, és rendezni fogja az anyagiakat.
Itt lesznek beszélgetések, lehet, hogy ő majd megemlíti azt, hogy úgy gondolja, úgy érzi, hogy valaki figyelget benneteket. Itt a kutya jelenti a hűséget, vagy lesznek jó barátságok, vagy a pénz, a siker hűségesen megmarad melletted. Itt ez a szomorúság most érezhető nála, de a kereszt jelenti a hitét, hogy elhagyja ezt a helyzetet, hiszen a kereszt jelenti a döntéseket is, hasonlóan, mint az utak, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, melyik irányba lesznek változások és döntések. Az ő jelenlegi helyzete, itt megvan a szerencse, lesz egy szerencsés fordulat, a te jelenlegi helyzete. A kezedben tartod a kulcsot, megvan a magabiztos fellépésed, bizonyos dolgokat le tudsz ezzel zárni. Egy időben kinyílik egy új ajtó, ezek a megújulások, ezek a lehetőségek. És ez volt az általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden esetben 4000 forint. Védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderán!